Én eredetileg nem nagyon értettem, nem nagyon szerettem Pilinszkinek a költészetét. Őszintén szólva, a középiskolás koromban kerültem először kapcsolatba vele, és aztán, ahogy az idő előre haladt, eljött a pillanat, amikor leomlott ez a fal, és egyre tágabb az a rés, amin látom ezt a fantasztikus költőt. Turek Miklós színművész ma már olyan közeli kapcsolatban van a költővel, hogy rendhagyó verszzenei előadása is van Pilinszki költeményeivel és a Kosbor trió zenéjével. 4 vagy 5 alkalommal voltam az Egyesült Államokban, 2-szer Londonban, Frankfurtban, a határmenti településeken, úgyhogy nagyon nagy igény és nagyon nagy szeretet van az emberekben a műfaj iránt, hála Istennek. A Versszínház Petőfi, József Attila, Radnóti Miklós, Faludi György és Pilinszki János verseivel már 14 éve járja az országot és a világot. Én úgy gondolom, hogy a versek arra jók, vagy arra tudnak rádöbbenteni bennünket, hogy egyedül érezzük magunkat ebben a világban, de rájövünk egy-egy vers olvasásánál, hogy azokat a problémákat mások is érezték, azokat az érzéseket mások is érezték, és le is tudták írni, ki tudták magukból fogalmazni. És talán azért jó verseket olvasni, mert akkor a mi problémáinkra egy megoldási kulcsot találunk. Vagy már az egy enyhítő körülmény lehet, hogyha rájövünk, hogy más is járt ugyanebben a cipőben. A műfaj pedig a vers, amelynek Pilinszki nagymestere volt. Általános iskolák, egyetemek, előadótermek, kávézók telnek meg rendszeresen, hogy a kivételes monodrámák részeseként átéljék azt a katarzist, amit a versek adnak.